a Sportváros Nonprofit Kft. És a Bakonyi Tájfutó Klub éjszakai futása várta a kocogás szerelmeseit csütörtökön este a Városi Sportcentrumba, este 8:30-kor. A verseny célja a futás népszerűsítése, az egészséges életmódra nevelés és a mozgásforma megszerettetése esti fények mellett. Negyedik alkalommal rendezzük meg az éjszakai futást, három versenyszám van, igazából egy 30 perces kocogás az elején, egy ráhangolódás jellege, utána 8x800 méteres vegyesváltó, és a harmadik pedig az Ajka-Bakony-Gyepes Ajka, közel 8 kilométeres távot kell megtenniük, ami este 10 órakor indul. Mi a célja ennek a versenynek? Hát a célja az, hogy érezze jó magát mindenki, hogy körbenézünk, napról napra többen futnak, főleg itt a jó időben, most így közösen futunk együtt, igazából nem az a cél, hogy országos hírű verseny legyen ez, hanem az ajkai futó közönségnek adjunk egy olyan fajta szórakozást, hogy jól érezzék magukat. Az ingyenes versenyre helyszíni jelentkezéseket is elfogadtak, de a 8x800 méteres vegyes váltókra legkésőbb szerdáig lehetett nevezni. Tavaly is itt voltunk, hát ha jobbak leszünk. És most hogy érzitek, milyen? Hú, nagy a pálya. De jó ütemben most alapoztunk. Arról mesél, milyen versenyszámokon indultak, minden? 8x800 méter. Tovább nem futunk, de vannak ajkarendeki képviselők a nagyobb távra. A 30 perces sétát vagy kocogást vállalók között 5 póló talált gazdára sorsolás alapján. A váltófutásban oklevelet, érmeket és a dobogós csapatoknak 8 pólót adtak át a szervezők. A 8 kilométeres futás első 3 női és férfi helyezettjének szintén érmek, oklevelek és pólók jártak a szép teljesítményért.